Március 31-én adták át a felújított északi szakaszát a 3-as metrónak, ahol 170 új kamerát, 500 új utastájékoztatót és 650 új hangszórót raktak ki a felújított megállókba. A déli szakasznak a felújítása 6-án kezdődik, tervezett befejezése 2020 harmadik negyedéve lesz. De miért volt szükség egyáltalán a felújításra? A BKV már 2006-ban és 2011-ben is jelezte, hogy szükség lenne a 3-as metrónak a felújítására, csak nem nagyon volt rá eddig pénz, meg akarat. 2010. októberében az egyik vagon nyitott ajtókkal indult el, nem sokkal később, következő év áprilisában pedig el is füstölt. A főváros rendelt egy esettanulmányt, hogy kiderüljön, hogy pontosan mennyire is veszélyes a metró. A TÜV Reichland vállalat, akit felkértek a ellenőrzés lebonyolítására, 34 alkathelyzt vizsgált meg, és ebből 11-et katasztrofálisnak, 15-öt pedig kritikusnak talált. Kijöttünk megnézni, hogy hogyan sikerült az északi vonalnak a felújítása. A fejlesztésre eredetileg 137,5 milliárd forintot szántak, de ezt később kibővítették még 80 milliárd forinttal. Az EU az összegnek a 60%-át állta. Az állomások kivitelezésére a Strabag építőipari vállalkozást bízták meg 24,1 milliárd forinttal. Szóval most itt vagyunk Újpest központnál, és fel fogunk szállni a metróra. Itt vagyunk Újpest városkapunál. Itt ugye erősen a Momentum dominál, legalábbis színekben. De hát ez Újpest színe is. Hát igazából nem tudunk nagyon mit mondani, egy ilyen kriptaszerű építvény lett ez, csupa világos színekkel. Itt is ugyanaz van, amit láttunk eddig, hogy itt belül nem nagyon változott. Igen, az ember kilép a peronról, és itt az aluljáró szinten közlekedik, ugyanazokat a végig graffitizett falakat, és rohadó járdát látja. Gondolom, hogyha egy ilyen szintű beruházásban, egy ilyen szintű megújulásban is felújításba kezd a város, akkor igazán meg lehet csinálni ezeket a területeket is. Mennyi liftel? Nem tudjuk mit kell nyomni. Megálló? Vagy peron? Vagy megálló, vagy peron, vagy nulla. Most látunk a nullán. M, nézzük meg, mit jelent az M? Megálló. Minden megállóba került lépve? A felújítás eredeti terveiben csupán 10 megállóra írtak ki akadálymentesítést, de végül Horváth Csaba népszavazást is kezdeményezett, meg kerekesszékesek érdekvédő egyesületeinek a tiltakozásának a hatására a fővárosi közgyűlés megszavazta még 5 állomásnak akadálymentesítését. Végig. És itt, hogyha igazából kisétálunk, látjuk is, hogy itt jobb állapot fogad, nem csak a peronon, de azon túl is, az aluljáróban. Menjünk is ki. Rá kellett jönnöm, hogy nekem tetszenek ezek a színek, de egy kicsit a kórházra emlékeztetnek. Igen, ez a kék és vajszín, főleg ezekkel a padokkal. Igen, kórházra hajt, de nem is baj, hiszen itt a Madarász utcai kórház. Meglegyen az érzés az embernek, hogy kórház közelében van, meg tudom érteni. Forgács utca.
aminek az artworkjait már megvitattuk, hogy turbinák-e vagy virágok. Szerintem turbinák. Most kiderítjük. És méghozzá azért turbinák, mert hogy mutat egy jel a Turbina utca felé. Igazából, ha nem lennének itt ezek a turbinás képek, akkor azt mondanám, hogy ez talán a legkonzervatívabb. Ami nekem egyébként külön tetszik ezekben a nagyon letisztult megállókban, hogy így nagyon érthetően átjön a egységes BKK-s dizájn, ami egy ilyen tökre letisztult, tökre érthető, szerintem külföldiek igen, szempontjából is. Ez abszolút egy pozitív dolog, hogy egy igazából igényes megállókról beszélünk. A grafikai elemek is teljesen jól átláthatóak. Tehát ilyen szempontból a BKK elég jól fejlődött az utóbbi, nem tudom, 5-10 évben. Csak nem túl izgalmas. Hát nem túl izgalmas, de nem is kell talán annak lennie, hiszen igazából egy kiszolgáló egység, ami arról szól, hogy felszállsz, nem töltesz el ott sok időt, ilyenek. Ja, hát nem fog ez, nem tudom, bekerülni a legérdekesebb megállók listájába, ahogy nem tudom, mondjuk a moszkvai metró, vagy svédországi metró. Tehát most vagyunk az Árpád híd megállónál, ez egy viszonylag nagy metró megálló. Én amikor először használtam ezt a felújított metró szakaszt, akkor ez volt az a hely, ahol szembe jött az a furaság, hogy a peronon kívüli részek nincsenek egyszerűen felújítva, és hogyha az ember kiér a peronról, az aluljáró szint többi részére, akkor ugyanazt fogadja őt, lógó kábelek, átázott penészedő, betonelemek és eklektikus bódék sokasága. Lassan megérkezünk az utolsó megállóhoz. Ez a Dózsa-György út lesz. A Lehel-tér, meg a Nagymárad teret, az majd a utolsó utáni részként fogják felújítani. A déli és a középső rész felújítása után. Szóval így néz ki a felújított 3-as metrónak az északi szakasza. A következő bejárásra csak másfél év, legalább másfél év múlva lesz lehetőségünk. Persze ki tudja, hogy mennyi csúszás lesz benne. Ennél az átadását tavaly évvégén kellett volna megtenni. Ehhez képest március végén volt. Ki tudja, hogy a sokkal régebbi és elavultabb déli oldalnak a felújítása mikorra lesz kész. Nem lett feltétlenül akkora durranás, mint amennyit másfél év felújítás után vártunk, vagy várhattunk, de rendezettebb megállók lettek. Április 6-ával elkezdődik a déli résznek a felújítása, és kíváncsiak vagyunk, hogy ott milyen eredmények lesznek.